Senk Károly, a német játékgyártó figuráinak mintájára készített játék katonákat, amelyek a 80-as, 90-es évek népszerű magyar játékai voltak, és minden kisfiú polcán rejtőzött belőlük néhány darab. Ezek gyártása 1995-ben szűnt meg, a figurák és a kiegészítők azonban ma is népszerűek és keresettek. Csaba például már 10 éve kutatja és gyűjti őket. Jó pár éve, 8-10 éve kezdett egy olyan szenvedély, hogy barátokkal motoroztunk. Erre, arra, marra, és volt egy veterán bőrze, kimondóan Siófokon szokott minden évben lenni egy veterán bőrze, és kirándulásunk alkalmával találtam egy olyan játékot, egy régi havas kis autót, ez egy trafikos kis játékautó, ami a régmúlt emlékét, játékaimat idézte fel. Ott vettem egyet, és tettünk még egy kört, lett még egy, kettő, három, és ezek a kis játékokkal hazatérve polcra kerültek. Eltelt egy hét, két hét, három hét, bővültek, és megtelt a polc. És még többet vettünk, és ez hozta elő a régmúlt dolgait, hogy ezt igenis szeretném gyűjteni. Tudtam, hogy nekem annak idején volt, de hát ugye homokozóban eltűnt, cicanyel kapart, stb. Jó visszaemlékezni a dolgokra. Ez az idők folyamával több ismerős barát révén tudtam megismerkedni több játékkal, és alakultak baráti körök, csoportok, és egymásnak segítettünk, hogy hol vásároljuk, hol vegyük cserebelünk, és én inkább a bólapiaszos beszerzést szoktam előnybe helyezni. Szülővárosomban kezd helyen, illetve annak környékén van több bólapiat, és ott tudok vásárolni ilyen játékokat. Van különböző csoportok, ahol elég szorosan tartjuk a kapcsolatokat, mint gyűjtők. Tehát vannak külön senk katona gyűjtők, és ezt egy baráti kör révén kialakítottuk egymás között. Boldogas sajnos már nem, holott mondhatnám azt, hogy Budapesten találni még olyan helyeken, ahol gyári csomagolásban is meglehető, de nagyon-nagyon-nagyon ritka. Tehát inkább csak a bolhapiac. A Schenk figurákból álló kiállítást a gyermekek örömmel fedezik fel, bármerre is járjon, a megszámlálhatatlan darabból álló tárlat. Jöttek barátok, vendégségben meglátták, és tényleg lenyűgözték, és itt ért az ötlet, hogy hát, ha nekik tetszik, akkor valószínűleg a közönségnek is. És pár éve, amikor indult egy folyamat, egy kisebb múzeumban volt egy kis szobányi lehetőségem kiállítani Keszthelyen, és ott hatalmas érdeklődés övezte, és majd jött még egy, és így elindult egy láncreakció, és ezáltal hál' Istennek ide kerültem hozzátok is ebbe a szép városba. Én gyerek vagyok. Én örökös gyerek, felnőtt gyereknek érzem magamat, de igen, természetesen persze, hogy miért, meg hogyan. Hát mondtam, hogy neked tetszik, vagy a fiadnak, hogy jöttek a kiállításra, és hát a fiadnak is tetszik, mondom, neked nem, de nagyon szép. Hát ezért igazán, hogy innen indult minden. Nagyon sok kiállítás alkalmával, amikor jönnek a vendégek hozzák, ugye gyermekeket, kislányt, kisfiút egyaránt, nem is a gyerekek szokták annyira, hát észreveszik persze a szépet, jót, de amikor a szülők elkezdenek egymással beszélni, hát nekem olyan volt, hát azt elveszettem a homokozóban, és de jó, és akkor elindulnak a régi emléképek, az a régi felidézett dolgok, és ezt így közösen meg szoktuk beszélgetni, nagyon sokszor ilyen. Legutóbb, ha szabad mondani, ez a legösszegen volt egy kiállításom, ott szintén egy előadást tartottunk, amikor volt a megnyitó, és tényleg előbentem, amikor jelentkeznek a gyerekek, és mondja, hát képzelje, bácsi, apukámnak is ilyen van ám. Erre megyünk tovább, és még egy kislány felteszi a kezét, a parancsol, és mondja, hát az meg a fekete hunyad és seregám. Tudta ezt maga, bácsi? Hát mondaná, hogy ugye nem tudtam, hát de köszönöm szépen, hogy szóltál. Tehát igen, tehát még a kis, ezek még egy második osztály is tanuló voltak, és van rá érdeklődés, és érdekli a gyerekeket nagyon. Az orvosom azt mondta, hogy nem szabad ezt abba hagyni, mert ez már beteges, és ez kezelhetetlen, ezt folytatni kell, gyűjteni kell tovább ugyanúgy. Nem hiszem, hogy abba kell hagyni, mert van rá kereset, sok az érdeklődő. Szerencsére nagyon sok társam van, akik gyűjtik, amint már említettem, hogy cserebérünk, de nehéz, tehát nagyon-nagyon nehéz. Érdemes korán indulni piacokra, az internetet ugye bújni, mert akart azért a padlások tetején, pince mélyében, de nagyon nehéz hozzáférni, tényleg nagyon nehéz. A Schenk figurák megelevenítik, többek között Mátyás fekete seregét, egy vadnyugati életképet postakocsikkal, kisvonattal és indián táborral, de fellelhetőek a 48-as huszárok is a kiállítás darabjai között. Itt a kezemben látható egy első szériás, vagy második szériás sorozatban egy Schenk katona gyűjtemény. Ezt jó pár éve, nem is tudom, 8-10 éve tudtam megvásárolni, ha megfordítom. Itt lehet fellelni azokat a formákat, figurákat, amik Schenk Károly által gyártott játékokból kerültek elő. A kiállítás, amelyet a gyűjtő két napig építgetett, egészen február 28-áig tekinthető meg a Könnyű László Városi Könyvtár nyitvatartási idejében.